Arra is, ne érincs már! Látod-e, hogy menjen? Ó, meg! Elbaj, haladjunk! Jó, jó! Ó, meg! Jól megy az a tékre, megvoltam volna, ne? Ó, állj csak meg egy pillanatot! Mi van, no? Mi van, no? Ó, állíts meg! Mi van? Hallod-e, koma? A hitta, hogy segélyes hajtsam, de azt se tudom most se tisztán, hogy hova menjünk a telefonyosba, és mit értek, s mit nem, akkor vondóztatni hajtok, vagy hova vezessük el? Vondóztatni a Lucikás alá? De akkor koma, mit akarsz télen, ó? Komolyan, az eszed el van, emél. Hát, hova vondóztatni? Itt van a szarvasmarha felvásárló. Jobban mondva, na, a bornyú felvásárlós eladásra vigyük, no, hát. Leadásra. Milyen felvásárló? A bornyú felvásárló, odalántről, ne. Na. De komolyan, te a bornyú felvásárlóval mit akarsz? Hát az nem bornyú, az tehán. De valamikor bornyú volt. Valamikor. Hát valamikor az. De na. Az rég volt, komolyan. Csak ügyállj. A mikor volt rég? Na mikor volt? Mikor volt rég? Hát jó, tisztán tudom, komolyan. Mit? Hát azt, hogy ez egy nagy idős tám. Na. Hogy nagy idős tám? Úgy, hogy 17 az támdős. 17? Hát igen, nyár, nyár. Mi van ez? Nem mondom, közel van, de augusztusban tölti a 16. Hát azt helyába állított, hogy 17 az támdős a tány. Hát, s hát augusztus itt van mindjárt, nem ekkora a fű, komolyan, hát nyára, nyár van. Hát, hogy itt van augusztus? Milyen hidegek vannak még éjjel? Hol van augusztus még? Annak mi köze van, hogy hideg van-e, vagy nincs, komolyan van? 2-3 hónap a tehát, 17 esztendős, no. Nincs, na sávál, csendben kell lenni, és más különben, olyan állat, olyan hús, olyan poronyó húsa lehet. Mári, válogassa még a lánclapit, és nem, egy fonnyat nem etetni még. Úgyhogy az akar milyen bornyúcs, mennyit megír. Az 3-4 bornyúcs megír. Nincs, amit politizál. Jó, komolyan, én megír. Megír, de amikor az illető meglássa, nem tudom, hogy mit mondhat, nézd meg a támnak, szarva mindent, szarva olyan van, főleg a tussó szarva kivált olyan vastag, hogy hát az, amikor meglássa, gutta ütést kap. Cseppet karikás, de megmondjuk, hogy meg volt kötve a szilvafa, és addig dürüszölt, hogy a karikákból keletkeztek. És ha megtalálja a karikákot számolni, már azt mondják, ugye, azt tartsuk, hogy ha karika van anyjáztán, és kezdi számolgatni. Ejszem mindenre figyelme, mit lehet akkor csinálni? Na mindenre ejszem figyelme, nem tárját ki. Na. Bár van az a szarva és helyem, ne. Hát te látod ezt? Avál kell egy kicsit valamit elművelni, nem ilyen szép. Avál, mi történt? Mi? Addig dürüszölte, hogy kisúvasztotta Félig. A másikot is, ha kisúvasztotta volna, ne. A Félig, ha rá lehetne sivítani, ne látod. A Féle nem éri csak a tevit, hallod-e? Akkor a surcomot vagy rá kell tenni valamilyen formában. Fejre! Szarvára! Na, hogy a szarvát ne lássa, a szarvát az illető, ha meglássa, a bornyú értéket árvázt. Fejre felteszed a svorcodot, akkor mit mondunk, miért tettük fel? Megmondjuk azért, hogy ne, hogy napszúrást kapjon a tán. A tán napszúrást? Hát melegek vannak, ne süt a nap. Há igen, megmondjuk ez a reggeli meleg mocsok. Na, rá tegyük-e? Á, nem tudom, na, tánt és bolondítsuk meg, komolyan olyanokat mondasz, hogy mondjuk az esik, az helyába veszem, le is a súszot, hát én nem azért köttem. Mári sír, vezettük át. Sír, síratom. Én is, most nem kell tudom, megállíts már, jut a szembe. Súszot nem teszünk, akkor feltegyük a súszot, majd nem tegyük. Hogy tennéd fel? No, hát megbolondul, letapottad, no. Az esik, az nem, és ódom le, hát én nem azért köttem. Jó, jó. Így, te hallod-e? Ahogy csak azt a nagy súszot te még köttet fel, táhajtani. Én tudom, hogy mi. Hát én még jártam meg nem egyszer, ki volt ilyen üdős tehánvár. Ugye most zöldet esznek egyet, köháncs! Lámocskod a haristjából, hogy takarított ki? Hogy meggondolsz mindent? A surc vezeti le! Akar melyen híg a gyomról vezeti le! Na ne, ott már van, pecsi. Tudom, látod és kifogja. Hát akkor egy meterre laj hátra, nos. Állhatsz én, még úgyes jártam, 2 méterre voltam, s ott is ért, ennyi. Nagy a nyomás. Hallod-e? Aztán amikor mi odaérünk, a 17 esztendőkkel. Jó, akkor te kell beszélgessen, mit akarsz mondani? Hát igen, igen, no. Tussószarva, tussószarva, hallod-e? Állj fokra, tussószarva lejbe. Hát jó, örökké nem tudok a tussószarva reálni. A fáját takarja, vagy akkor én magasabb vagyok, én kéne oda, mindegy, valahogy lesz. Amikor én mondok valamit, te helyes éjjel. Jó, aztán, jó, no, jó, 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 így. Valahogy el kell. Így, Erős, ne hagyd, mert nem tudok menni. Hallod-e?
Igen? Aj, mi? Ó, mi van megint, Noah? De még olyan jó mozgása van, a hány éves, annyi éves, miért adod át? Koma a mozi, 15 évtől árapálja a bornyút, nem tudom felvetetni vala, no. Alagát sajnálom, de nem veszi fel a bornyút. 15 évig, ha felvette, elégedettes lehetsz. Már gondoltam, 18-ig a tán elmenjen, de 15 évvel ma meg lehetünk elégedve. Na, arasszad a tárát, így állni. Na, hallíts meg örökké, már nem érünk oda, na, hidd meg. Nem hallod a helyába. Jere, bódj! Közben helyába mondok, úgy se hallja, én tudom. Ó, ó, erős, ne hozzam, nem még érek vele. No. Szép jól van, hogy mondtam neki, tánna. Hát ez meg, ne? Tudod-e, Mário, sí? Sí, nem légy. Mi összenövünk a mórra? Ha? Ó, meg, ó, meg. Ó, már. Igen, úgy sajnálom, egy kicsit egyált harapjon ne abból a... De látod, nézd meg, mi állt a haja van, nézd meg. Nézd meg, mi állt a haja van most is. Én még egy két-három esztendőt hagytam volna, hát ha felvette volna a bórnyit, komán. Két esztendája próbálkozunk, na. Két esztendája. Nem mondtad nekem, hogy mi a fenne. Nézd meg, 20-30 centi háről veszi le térre, harapja le, olyan szája van most. Járomba is, járomba is. Nyelvivel olyan gondolít, olyan hersát, hogy az emberes megtéve annyiszt az őt füvette. Jó, hogy belé harapj. Na. Ó, meg, ki? Na, bólj, Isten, gyere bólj ki, meg. Ó, meg, ó, meg. Hát mit csinálj? Na, az, az van. Ó, meg. Gyere ide. Igen. Na, te milyen szép járás van, ne jó. Szép, szép. Legyek és jól kezdtek dolgozni, aludj. Hát csoda é. Hajszó még. Mi van megint, na? Hó, bújti, hó. Menet közben hiába kérdem, mert nem hallod, kell kiabáljak. Te háromszor állítottál még, háromszor. Hallod én? Hát miért nem hajtottad komám asszonval? Hát ő is el tudta volna hajtani engem ide, mit hittál? Most mondtam már, hogy sír, jaj, veszélyek el otthon a tehem miatt. Alig tudtam kijönni a kapunknak. Nem is csodálkozom már. Ő is örökké a marhát úgy szerette, jó. az állatét a szíve szakadt, meg gyermekkorától, hát én gyermekkorától ismerem. Tehát úgy szerette engem úgy, nem? Az egyszer biztos. Ó, vaj, ki íden? Kocsit nem látsz? Nem. Mindjárt azt mondta, hogy csutok kárba, itt a, majd út megy fel a sarkár felé, itt lesz a kocsi. Hány órát beszéltetek? Délelőtt. A délelőtt, de a 12 előtt, fél 12-kor ez délelőtt volt. Azt mondtuk délelőtt, én mondtam, én korán kijövök. No. Hagyd csak még, én a napról megmondom. Hát olyan 10 óra tájat van. Azt mondod? Fél 11-es lehet. Én a napállását úgy látom, akkor itt kéne legyen. Látod, hogy a fiatalokban... Nem tudom, kell hallod, de egyet kéne jót kiadj, te hát, ha meghallanál, vagy... Mit csináljak? Kiadjak? Hát én abban a mezőben hova kiabáljak, egy kocsiban van az illető valahol? Soha nem lehet tudni, meg ha meghallod. Én hallottam, tényleg? No. Addig kettőt még harapjon, de szegény bújt is, jöjjön. Jó, mert harapjon. Na, gyárán. Egyére rá. Milyen tőre egyszerre volt ennek a tehennek, hallod? Nézd meg, milyen paranya húsa van, az ujjon mélyen belül, mi? De én emlékszem, az a tám, mikor bornyudzott még, a tőgye, a földön volt, olyan tőgye volt. Két hallod én? Két éve nem bornyudzott, és a napi 10-12 ételt adj. Mennyit? 10-12. Két év után? Két év után. Olyan tájtármelő. Felítanak te, hogy dá? Bizony. Abba van minden. Nezzád, na jöjj ez a kocsi, na. Tudod kell, a főútról kell jöjjön. Nem látok semmit. De miért nem mondtad, hogy nőköt várjon? Az eléges. De valami most! Na mondjad, én irányítsad be! Arra menjen le! No! Hé, mekkora kocsi! Mekkora komám, de hát állj meg, na hát! Eváljött a marha, marha, azt mondtad, bornyú felvarsan. Bornyút emlékeztünk, áttől arra felé bornyú. Bornyú, bornyú datára, hogy... Nem mond semmit, amíg én. Isten áldja meg, uram! Adjan Isten! No! Mi vagyunk, akik beszéltünk volt. Jobban mondva, én csak komám voltam. Isten áldja meg! Józsi komám. Én János vagyok. Sanyi vagyok. Sanyi, Isten éltesse. No, erről van a
az állatról szó, ugye? Mi beszélődött. Istenhaját. Bornyúról beszéltünk. Hát az is volt bornyú, higgyel még, és nem is olyan rég, és az egy olyan állat, a másikat, hogy olyan paranyó húsa van, hogy a bornyút ötször megír. Hát a komámnak igaza van, édes ismerem, no, az állatot, igaz, komámot, és örökké az állatokat tart komám. Úgy terekte a örökké, hogy aztán, hát én hiszem, hogy szép az, de mit bornyút veszünk, kicsit ilyen teljes bornyúkot veszünk. Teljes bornyúkot? Hát most mondom már, hogy a feleségem már, komám ismeri, már komások vagyunk, válogatott, még a lánclapit is válogatta, olyan volt tette. Olyan paranyó húsa lehet annak, hát ne zújjon mélyen bele nyakába. Komámnak a feleség egy olyan áldott kicsi fehér nép, hogyha maga meglátna a dupláját, adna azért az állatét, duplája. Márit nem adjuk állni, nem? Nem Márit, hanem a tánét. Na én komám asszony, hány éves es? Mi? Komám asszony. 78. 78 aztán ő sereg asszony, de még most is az állatokat annyit etett, és úgy tényleg ebben komámnak igazom. Az egy fiatal állat. Kell őt is adja a kával a tehénnál, hogyha ő etette ezt itt. Márit, de látod, ezt vigyűsz. Hát azt mondja, Márit hogy adjuk? Hát a 63 aztán, de a felesége. Mondjad egy és egy általat, azt a leállt, ne is emlékezz. Hát kettőn után mondjad, hogy milyen fejem. Látod, de látod. Né, az időkorban és ott van, hogy az... Ez egy fajnál. Ma idős ez nekünk, mi csak fiatalabbat veszünk, nem levágásra veszünk, hogy a húsát, hanem arra, hogy mi reváljuk. Komolyan utam, megmondja, nem annyi idős. No. Ez tényleg egy fiatal állat, no, 17... Hónapos. Szinte. 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 Hogy ne hinni, hát jó, na, egy kicsit több, nem mondom, de... Ha nézzem meg a szarvalat, és nézz, hát jaj, né. Kisugod. Négy mondtad, négy. Milyen? Hát az, hogy kisugod. Hát aztán a szilafánál kitereszeli, bornyukorá. Nem olyan rég volt bornyú, és bornyukorában megkötődött, bészeket két szilafán kezdi, kezdett mozgolódni, svárdődni, és úgy sugott ki a szarvala. Legalább bornyú van-e benne, hogy akkor, hogyha megveszünk, akkor bornyúzzana? Mondjad, 7 hónapos. Lehet benne, lehet. Olyan 7 hónapos körül ide hát. Komolyan jobban emlékszik már futostatni együtt. No. Hát hogy ne, akkor is én hajtottam, mikor vondóztatva volt? Nem, futostatva. Vondóztatva. 7 hónapja. Úgyhogy nem sokára a bornyú esik ki belőle. Az olyan állat, hogy még a bornyú, hát akkor egyszerű megér 3 bornyút, és még egy banna, ha banna van, az van 4 bornyú. Uram, 4 lábon 4 bornyút viszen áll, azt tudja mit jelni? Én tudom, de no, nem vasarunk, hogy tehénféle, ez tehén, majd egy öreg tehén. Hát hogy mondja öreg, hát nézzem meg a fáját, hogy a né, nem ilyen. Nincsen. Mondjad. Annak, olyanokat, mondd el. Olyanokat hersen tett a fűből, hogy még most meg kivantuk a fűvát. Szintadat érjeltük mellája. Na. Az imolászénat mindent, egy olyan étkes tehén, vagy bornyú, vagy no. Mindegy nap. Hallod. Ide figyelj, ával maga rosszul nem jár. Nézzem meg, jó stádiumban is van, na, jó stádiumban van az állat. Reggeli vidéltet fájtám ki. Reggel. Na, ma... Na, honnan van maga? Brassomelő. Milyen messzünk? Honnan? Krizba, az a helyiség neve. Krizmo? Krizba. Mi? Honnan? Brassomelő, nem tudom ki mondani. Tudod, hogy jött ilyen messze? Még egyszer mondjál. Krizba. Krizba. Honnan, hogy jött ilyen messzünk Natál? Jóó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 
így. Nem. Sokat nálunk, sokat nehogy kibárjunk. Nem. No, vegyázzátok meg akkor az 20 éve, hogy dolgozunk el a szakmával, de még senki se akarta tálát eladni Borjárba, de maguktól megveszem, mert ilyen szeretem emberek. Mi ma időtöltöttek vagyunk, no, 20 éve, hogy Borny férve a sarunk. Igen, 20 éve. Ebben az esztendőben lesz 20 éve szeptemberben. Az 20 esztendő. Hányat vett meg mostanig, ugyan bizony? Jó, azt nem tudom megmondani. Évente körülbelül 45 ezeret. Hát annyi marha nincs a világon. 45 ezer marha évente. Valamit nem jó számol. A faluban nincsen parszám. Valamit elszámol. 45? Sokat ne hagyd ki az árból, már megtetszett az állat, én látom. Látom, a szemén látom. No. Az árról kéne valamit ezt a... Egyeztetek-e arra? Nem, én félre fordulsz. Mit kérnek érte? Mondjuk a komolyan, én az árat.
Hát mit kérjünk érte? Elmondtam az elépes három bornyúra való tahán van itt. Na, vagy hogy fejezzem ki magam. Hát három bornyú arra meg kell érjen. És a bánnál valót számoltad akkor? Azt readjuk. Na, legyen, adjuk nincs, rea. Nincs megszület. Három bornyú arra hagyja, ilyen, jó, adhatod. Az mennyi akkor körülbelül? Egy bornyút körülbelül mennyit szokott venni? Attól függ, hogy milyen fajlok. Hogy... Fajlok? Igen, a fajsága attól függ. 23 éve ez a faj nekünk megvan. Járomba és egy olyan állat, járomba és egy olyan állat, akarják, járhassák, és hát járva volt erőtt. Azt járhass. Az... Csak nem tudom hova, de az vált járni ezt a tárnak. Hát akkor mennyit, na, akkor... Mennyit? Egy hatot kérj. Hát azért lehet. Hatot legalább kérj, legyen, amiből, ha muszáj legyen, miből. Na szívvál, de többet ér, de egy hatot, kér, hatot kérni. Az egy kicsit sok értem, a három bornyok az arra körülbelül olyan 4500-4800 lehet körül, vagy ha három bornyú arra tesz. Úgy várj le, hely, mit csinálj? Esetleg ötig gyere le, ötön aló semmi. Ötöt adjon a láncot és vihetik. Lánc és tudé. No. Gyert azért láj, miféle, na egy ilyen állat, itt nehogy almán láttam. No, na, gondolj. No. Azonnaló nem lát, tényleg azonnaló nem látom. De az aldomás, akkor magik fizetek. Az aldomás, ne jönnek be, hezzánk, s megígyük, no. Akkor jó Isten adjon szerencsét, hogy még 20 aztán őt, vagy még 40-at, és az állat felvásárló mennyi. No. Köszönöm szépen, köszönöm maguknak no. is. No, az Isten tartsa meg, hogy még sokat tudjon jönni, sokat. Vásár tudjon csinálni. Hát úgy. Hallod el? Mondjad, hogy pénz nélkül nem adod, most fizessák ki. Mi ugye úgy szoktuk meg, értettel, hogy valamit eladunk, aztnak az árat kérjük, akkor ne. Rendben, papírilag rendben van-e? Az útlevele, termelési... Tehát magyar külföldre nem járt. Állatorvosilag minden rendben van akkor. Az úgy eszik szakad meg. Nem, a papíra, papíra. Nekem sincs útlevele. Pop, jó, cinkus-e? Igen. Cinkus váltunk. Aztán kiváltsuk, egyszer legyen kifizetvás. Cinkus váltunk, van egy fiatal állatorvos, egy ügyes legén. Kiváltsuk azt, no. Na jó, akkor hozom a pénzt, akkor a papírokat megoldjuk, amikor tesszük fel a... Hozzos a pénz a kezembe, és én a láncot adom ma. Hallod? Hova teszi fel? Hát én azt gondoltam, ahol valadok azok a nagy autók, hát sokkal. Kényes. Hát, hallgass nagyon. Egyszer fizessák is azt a munkat tovább. Kinek adjam ott? Az asszony nincs itt, mert az asszonynak szoktak adni a pénzt a kezdet. Hát komolyan mi a tehát? Darabos nincs, soha meg nem tudjuk számolni. De hé, pálcámot fogja csak meg addig, jó? Hogy ne tudnád megszámolni? Felit számolod, másik felit én is. Igen, zavarodjunk össze. Hát van szigilálva. Mivel? Nem tudom, hé. Akkor egy jó pénz. Jó, látom jó. A... Több meg neki jó. Neki kellett, és te számoljad. És egyenki... Hát egyenki, hát... Hogy számolod? Jó, na adjad! És még kétszer meg kell számolni, ideje van-e? Van. Jó. Kétszer, háromszoros. Egy! A kettő, hogy egy? Hát jó, de egy van a kezemben, én amit fogok, azt számolom. Jó, komolyan, de... Amit átulottál, azután kettő... Én oda számolom, most vissza, és akkor lesz meg a pénz. Jó, na, idáig kettőt ide adtál. Jó. Három. Három. Négy. Öt, no. Komolyan négyet, az én kezemben négyet adta a látul. Aztán többet tőlem ne követően. Aj, mi? Jó. Négy van ideig. Öt. Több meg már, ha összeragad, aztán reába követ előző. Ez még a fájik egyformában. Aj, meg mert az... Akkor hat van, ugye? Jó, abba, hajt a satán, a sapinzmo. Idané! A bajusztottad a csiptásbé, azt mondtam, az imétes mondani. De érez az állat valamit, érez. Annyi, ne szólj belé, már zavarodunk ezt szállam. Idáig, az egy hot. Jó. Hot van. Hét. Idáig, 90, hát hát adta a idánesé. Biztos, állj meg, én is töpjem meg. 90. Ez a nyolcadik. Igen. 90. 9. Ne, hely, milyen pontos, hát a századik, milyen pontosra megvan, ez akkor ötös, ötven... Ötven leesek, és akkor száz kell legyen belőle. Na. Akkor 50 millió le, ugye? Én a régi pénzben beszélek, mert nem tudok átul alakulni. 50.
50 milli, 5000. Jó, megvan honnan, visszaszámoljuk-e még egyszer, vagy? Mondjuk, hogy a pénz számolva jár, úgy szoktak mondani. Ha még egyszer azt tegyem már, az annyira megvan, hallod, annyira megszámoltuk, annyira megvan, hogy... Én estöptem végig, nem létezik, meg csúszott volna. Na, haj, mi? Ó! Na, jó Isten adjon szerencsét! Adjon maguknak is. No! Minden jót, akkor szerencsés útot! Aztán, hogy hova szer... De akkor hova tegyük fel, azt nyitsa, láss! Nem ide tesszük, jön a nagy autó, és arra tesszük fel. Nagy autó? Igen. Ajjaj. Csak nem akarjak ide ebbe rakni. Olyan borotán, utannom akar, még a háztatáira is feljő. Én itt áról bémek a hátsülésen, és túl kis a tánod, megmarad. Én elhiszem, de nem ebbe az autóval, mert nem szabad betegyük, hanem ajjaj, tudja én mit. De fejre kötöm. Aztán, ha nagy autó jön, akkor... Valamit mi váljanak el, így állj! Fogom! Mi jó? Mondjad ide, nem kell semmi nagy autó! Arázgássá, s az a tehán lassan elmeneget az autóúta! No! Az egy olyan jámbor áldott alatt, az elmeneget maga, ne arkaljon ide más autókba! Lassan menegássen, nem akarja béteni is! Na hogy? Hallod! Jó Isten, segélye! Vagy végig így ma csinálna, hát mit akar vele, kifizette, hogy akarja rendezni, mi nem vezetessük. Ma utána az övé, és mi, na jó Isten magával. Isten adjon. Isten no. Magával. Még egyszer én ezt megsimogottam, mert az egy olyan hallott volt, hogy én ezt sokat... Még milyen bornyukot veszem maga? Kék belgát, sarolét, limuzin. Ilyen neveket nem, milyen sar... Sarvaló. Sarolét. Sar... Jönök meg nat. Jó, hogy ezt eléhoztad, kuma. Most jut eszembe nekem, hát a fiam rám bíztol, csak egy olyan menet volt a reggelem miatt. Ő mondott egy nevet, hogy én kérdezzem meg magától, hogy maga olyan veszené. De én megmondtam, hogy hát azt nem a névre veszik, hogy olyan nevűt veszené, hanem amelyen az állat. Úgy ezt szavaztunk, de azt mondta, én kérdezzem meg. Nem, miről van az? Én egy cátlira leírtam már, én, hanem nem tudok igazodni. Én innen olvasom. Azt írja, hogy kék belga bornyut vásárol-e, s ha igen, akkor mennyibe? Na pontosan, ezt keresem. Ezt keresem, nem az ilyen öreg tehneket keresem, hanem a kék belga bornyut keresem. Van itt elég. Van itt elég. Elég van. Ezt keresi? Elég van, ha olyan. Hogy nincs egy 17 éves tehnyem kék belga? Hát, most duplájára kapnám én is. Na jó! Még egyszer, jó Isten segélye! Köszönöm! Messzalak Isten! Isten magával! Éjfélire hozai! Ahogy tudja rendezni! No! A legjobbakot, Isten magával! Isten adja! Egyszer jól elment, hallod! Meg lehetsz! Elis Bojti! Meg lehetsz elégedve, tehát jól állhat! Jó, van Isten! Nézd, látod én! Mindent állát mutatod! Ha itt áll egy át, nem ment volna így áll, itt megy! Ó, menj át, komalmat! Mint a 17-et áll. 17-et mondta. Hát igen, de... Na. Na jó. Na az egyszerűen jó nap lenne. Jó. Neked a zsáb táli. Bémeljük, megiszunk egy jó pohal. Hát hallod-e? Árat őt, hát kettőt is. Egy falat is megiszunk. Halló. Igen, tessék. Gyere minél hamarabb, mert itt vagyok Csíkszentgyörgyön, és nézzek, hogy bórit akartam venni, és valaki egy tehenet rejantuk ma, és még a kocsival utána van kötve, nem tudok elmenni se innen. Jó, rendben, indulok, köszi.